Ez a Globál Extra Boros Imrével és Bogár Lászlóval köszöntöm Önöket, is arolta vagyok. A a Kazanyi csúcson egyebek közt, sok más mellett azt is tervezi, hogy saját gabonattősdét nyit. Mit is jelent ez? Na, mit is hát jelent, ez egy neki, kis hírnek tűnik. Már jó ideje hír. itt a Bogár Laci barátommal elemezgetjük a világgazdaság dolgait a saját nézőpontunk szerint, és azért már jó párszor elmondtuk, hogy a világgazdaságnak van két olyan termékcsoportja, ami mindenkinek kell nélkülözhetetlen. Az egyik az élelmiszerek, a másik az energiahordozók. Élelmiszereken belül is egy a gabona, azon is belül a leginkább a búza, az energiahordozókon belül pedig a legfontosabb a nyersolaj. Na most, aki ezek fölött az uralmat biztosítja, az azért a világgazdaságban nem kis játékos. Ez a két csoport eddig a nyugati világbirodalom, pénzmagánbirodalom impériuma volt, ők mozgatták az árakat, nevezetesen például a tőzsdén jegyezt, Jegyzetté tették a gaborákat, elsősorban a buzát, kukoricát, a, a, a brent, mint olyan referenciát. Tehát amit akartak a pénzzel, fölmozgatom, lemozgatom, eszivatom, azt előnyözöm, Tehát ez egy fantasztikus játék volt. Na, ebbe a nagy játékba köpnek most bele, nevezetesen azért, mert a harmadik világ is valahogy rájött, hogy az élelmiszer termelés, ellátás az egy kulcskérdés. Ha valamit akarunk magunkból, mármint Brixiegg, akkor itt valamit kézbe kell venni. Vannak közöttünk nagy gabonatermelők, ugye Oroszország elég nagyon jelentős, Most Kína is elég jelentős, és mások. Hát mi az, hogy nekünk itt diktálgatják az árakat? Meg tudjuk ezt mi magunk is csinálni. Ráadásul ezek az országok a lakosságú fogyasztásán felüli készleteket exportra is tudják mozgatni hát akkor miért nem mit csináljuk az árakat? Erről szól a tőzs, ez viszont egy nagy érvágás, a Csikágói, ott van a legnagyobb És a másik nem véletlen Párizs, úgyhogy ezért meg kell hol vannak ezek. is, a de Board of Trade, ott mennek az agrártermékek, hát ez elég érvágás lesz, különösen akkor, hogyha két fronton fognak szaladni az árak. Ha véletlenül ezen a tőzsdén olcsóbb lesz, akkor a fizikai állítások azokba az országba mennek, ahol ezt az árat veszik alapul. Úgyhogy lényegében a világpiaci pozíciósztoszkodásról van szó. Ö, tanár úr, lenne egy kérdésem. Ez tudom egy kicsit, hogy mondjam, ilyen szűkebb szakmai agrárkérdés, de azért mégiscsak. csak nem lehette az, hogy azért nyúlnak először a gabonatősdéhez a BRICS országok, mert energetikailag elég jól el vannak látva, azért energia nyersanyagban bővelkednek ezek az országok. Élelmiszerben viszont például ez a háború is, az orosz-ukrán háború is megmutatta, és a 2014 óta szankcionált Oroszország példája is megmutatta, hogy azért van egy a fajta függésük a nyugattól. Nem az-e az ötlet, hogy csináljuk azt, amit az oroszok. Ha meg nem tudjuk, akkor saját, mármint, hogy felfélődünk olyan szintre, ahol Oroszországban van mezőgazdaságilag, alig pár év alatt csinálták meg, hogy az hát egyik legnagyobb... A... Az, a... Igen, egy leg... de nagyon sokat öltek bele. Ö, hogy csináljuk azt, amit Oroszország, ha pedig nem tudjuk, akkor legalább a kereskedelmet vegyük a saját kezünkbe. Csak érdekes tenném hozzá, hogy valójában az élelmiszer is energetikai kérdés, hiszen ha kalóriákban mérjük, ami ugye az energia egyik mérőszáma, az élelmiszert már pedig abban mérjük sajnos, és állandóan figyeljük is, hogy mennyi kalóriát veszünk fel, meg adunk le. nem kell izgulni, nem jó, veszel fel túl le... Együtt is, tehát tulajdonképpen talán úgy lehetne fogalmazni, hogy az energia két formája, tehát az egyik, amelyik az anyagi-fizikai világban hajtja mindazt, amire szükségünk van, a másik meg a biológiai lényünk fenntartására Gondolom, zöntő. hogy nem ebből a megfontolásból van a Big Oil kezében, tehát a nagy energetikai társaságok kezében oh, szinte az egész világélelmiszter világ gondolod, egész hát, Hogy gondolod? <laughs> Ezt a kettőt kell kézbe tartani. Az -e, igen, pe persze, ez teljesen természetes. Nyilván a stratégiai cél, csak azért erről is szóljunk, a stratégiai cél, csak az még azért messze van, mert az nagyon delikát is jó, ahogy a, az angol mondja, hogy az energetikai rendszerben is a a BRICS vegye át a kezdeményezés, bár az, hogy a szaudiak hát meghökkentően, mondjuk az előző évtizedekhez képest, meghökkentően előzékenyek az oroszokkal kapcsolatban, illetve hogy működik az, az OPEC-en belül az az együttműködés, tehát azért ott is megvannak a jelei annak, hiszen... hiszen ugye ugye OPEC, éve, Az OPEC persze, nem, tehát az, az OPEC az, az, az OPEC. valamilyen értelembe véve a legnagyobb intézménye, az ene, a közvetlenül vett energetikának. Ez bizonyos értelemben, amit most a, a Gabona Tőzsdével tervez a BRICS, az egy ilyen pilot projekt is lehet, hogy megnézzük, hogy, hogy az, amit, amit közvetlenül tudunk ellenőrizni, vagy közvetlenül tudunk ellenőrzésünk alatt tartani, az hogy működik, és annak a tapasztalatai alapján lépünk majd tovább a, a hát legalább egy vagy két nagyságrendel nagyobb energetikai, energia, de nagyon kényes energetikai kérdésekhez. Ez is ugyanannak a része, amiről már néhányszor beszéltünk, hogy két alapvető, illetve hát mindkét alapvető stratégiai cél egyetlen, egyetlen célrendszerre vezethető vissza. A BRICS, a nem nyugat, a, a nyugat, nyugat, nem jelenlegi, nyugat a, a nyugat jelenlegi hatalmi struktúrájával, főként a, agonizáló amerikai birodalom arroganciájával e, próbál egyre nyíltabban szembeszegülni. És hogyha ezt nem is mondják ki a BRICS országok, de valójában egyet értenek, hát másképpen nem lett volna ennyire sikeres ez a kazányi e, konferencia. már csak azért sem mert ugye a nyugatnak is vannak nagyon komoly élelmiszer. maga az Egyesült Államok, Kanada komoly mennyiségben Persze, termel nem... és visz piacra gabonákat. Nem, nem, tehát nem lesz ez egy egyszerű folyamat, de az, hogy ha ezt nem is mondja ki egyik nagy szereplő sem, mondjuk Kína sem, meg India sem, nem is kell, hogy kimondják olyan nyíltan, mint mondjuk Minden? az orosz elnök, csinálni hogy a nyugat, elnök. így van, nem beszélni kell róla, hanem csinálni, hogy a nyugat valójában. Tehát ez a világháború igazából a nyugatnak, és a nyugatot most az amerikai világbirodalom uralja, törekvése arra, hogy Oroszország korlátlan kifosztásával, hozza rendbe, vagy hozza egyensúlyba azt a végzetesen felborult belső újra teremtési... És ugye úgy áll a helyzet, hogy az ukrán-orosz háborúval megint rossz lóra tettek, mert úgy néz ki, hogy Oroszországot egyre inkább az a valószínű 75 és fél hogy nem Oroszország fogja ezt a háborút elveszíteni. Ha elveszítette volna, akkor amit mondasz, Magát, persze, rendben. persze, így van, hát nyilván ez volt a fő stratégiai cél, és a, az amerikai elnökválasztás tétje az, hogy az amerikai birodalom új vezetője belátja-e, és ha belátja, akkor tud-e cselekedni annak érdekében, hogy az amerikai birodalom hát visszavonuljon ebből a nyilvánvalóan... Saját határai, az határai mögé. ...projektből. És ez, az, ez, ez azért a döntő kérdés, mert a BRICS jelenleg azt tudja tenni, amiről beszéltünk, hogy egy, megpróbálja pénzhatalmilag kikerülni a dollárt. Tehát ahol csak Igy, lehet, igyekszik, igyekszik. olyan csere, olyan csere viszonyokat, és azért lehet, mert mondjuk egy Orszország és Kína kapcsolatában ugye miért kellene mondjuk dollárban kereskedni. Ne, Megy én, az Rubel is vagy valami olyan, de nincs is. Tehát, Tehát, te, te 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 is lényegében. Is. De ugyanez vonatkozik mondjuk Iránra is értelemszerűen, és egyre több... A szaudiak is előszeretettel. Tehát vannak bilaterális megoldások, de, de a multilateralizmusra még nem tud rásiklani, mert nincs eszk, tehát nincs meg az a médium még a BRICS bagásba, nem tudták kitalálni, amit a dollár, mint nemzeti pénz hosszú évtizedeken keresztül Igen, simán meg. A, a, a BRICS, de. ugye ha a három közvetítő mezőről beszélünk, a BRICS már uralja a világkereskedelmet. Nyilván alapvetően Kína a ebben persze. döntő szerepet, de a világkereskedelmet mert már megnyerték. Tehát a világkereskedelem mint rendszer alapvetően az ő ellenőrzésük alatt van. Amerika legfeljebb katonailag tudja, de hát az ugye elég nyers Ciki, ő, tehát, ciki tehát, lenne. Fel, felléphet, és de még kockázatos is. Kockázatos, költséges, és hát nem elegáns Reméljük, dolog. Hogy nem elegáns dolog az, hogy mondjuk kereskedelmi problémákat katonailag, katonailag old meg. Tehát a kereskedelemben egyértelműen elveszítette, és éppen ezért az amerikai birodalom egyre ebben, próbálja, részben a pénzhatalomban, minden létező eszközzel, és hát különösen a médiában, ahol azért el kell ismerni, tényleg uralkodó szerepük van. Bár Tucker Carlson, mint jelenség, azt lehet az bizonyítani, igen. hogy azért a, a, ott is vannak instabil pontok, mert a a tehát, tehát Valójában így De. van. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy szereplő, egy szereplő biztos van, aki megengedheti magának, hogy hogy lezserül, túlnézzen ezen a... Hogy mit, tehát, a már beszéltük, tehát Taker valakinek az embere, aki azt mondja, hogy beszélj. Aki számára, aki számára az amerikai birodalom minden fenyegetése ennyi, tehát semmi se. Egyelőre tehát, úgy nem, ne is Hát egyelőre van. így van, tehát de, de nyilván, ha nem kapna a hátszelet, tehát ha nem volna olyan támogatása, ahol ennyire magabiztosan tud fesztelenül beszélni az abszolút tabu kérdésekről, és megy totálisan szembe azzal, amit a birodalmi narratíva képvisel, akkor nyilván nem létezhetne mindez. Tehát ez egy nagyon nagy küzdelem, két lehetőség van, a világ vagy egy elhúzódó, bizonytalan ideig, mondjuk 30 évig elhúzódó kvázi világháborúba süllyed, ahol valójában mindenki vesztes lesz, maga az egész is. Erre emberiség van igény, is. tehát az nem Va, persze, kell, lehet Ez is lehet. Sokan. A másik viszont az, és jelenleg Trumpon kívül, Donald Trumpon kívül nincs más... Aki képes lenne a narratívában, Orbán Viktor, csak ugye Orbán Viktor narratívája hiába helytálló ebben a globális rendszerben, de nyilván egy magyar politikus nem, nem képes a világhatalmi rendszert aktívan, szellemileg igen, de aktívan az anyagi-fizikai viszonyok között is. Tehát Donald Trump tényleg történelmi jelentősége abban van, hogy képes-e végigvinni, lesz-e lesz elég képzelő ereje, mert azért ehhez képzelő erő is kell, itt nincsenek előzetes minták. Most először semmiféle előzetes minta nincs. Az, hogy hogy lehet egy egészen új békerendszert létrehozni, amit ma még senki nem igazán lát a permanens háború helyett, ehhez tehetség, érzékenység, képzelőerő, és akkor sorolhatnánk, ez szerencsére Trumpban nem csak, hogy megvan, hanem két a. Hát még meg mondjuk életben isten. is kéne maradni. Ez az hát ez kétség. Érjünk vissza, hogy az egyik front az élelmiszerfront, itt elindult a Kihívás, több mint kihívás van már a nyugat által irányított élelmiszer gazdaság tőzsde. Hát a tőzsdét csináljuk, ez aztán már tényleg. Kart, kikart, ugye? Na most, ha ezt békésen lenyelik, akkor lehet, hogy indul a következő kívás az energetikai Igen. fronton, mert azt a Laci az előbb mondta azt. nagyon kitűnően, hogy termelési oldalról ott van a főhangsúly, a ruszkik, a, szabad, a szaudiak, stb. stb. Az kell majd, hogy az olajba ugyanúgy összeálljanak, és gyakorlatilag az az OPEC, ami eredetileg az európaiak megszivatására készült, Amerika segédvetével, ez lesz. az OPEC Igen. most fordul, és Amerikát, a világbirodalmi Amerikát szivatja meg. És a világháborúnak, lehet, hogy ez És a világháborúnak a közel-keleti frontja mögött is könnyen elképzelhető, hogy ez alapvetően szóval, ilyen szempontok. Lehet. Tehát azért kell, azért kell a globális pénzhatalmi rendszer által iszonyatos, eddig soha nem tapasztalt kegyetlenségű feszültséget fenntartani, hogy ezzel világossá tegye, hogy akkor is én uralom, és mindenre képes vagyok. Tehát ez egyfajta figyelmeztetés. Még arra is, hogy beáldozunk Mivel Akár a világháborús, puszt, mindenre képes vagyok, annak érdekében, tehát kus legyen, ez az üzenet valójában a mostani közelkeleti konfliktusban, hogy kus legyen, mert az nem engedek hozzányúlni az energetikához, de ez inkább ilyen erőfitoktatás, tehát hát, ilyen e, most, de, így persze, így tehát, jól, hogy jól, tehát hogy majd én megmutatom, mert termelési hogy, oldalon meg a másik mert, mert valójában Kereskedelmi oldalon, ott az erő termelési Hát a nyugat elveszítette ezt is, csak most még nem akarja, illetve az amerikai birodalom csak nem akarja belátni. Lenne két kérdésem, az egy a fordulásról jutott eszembe, amit miniszter úr az előbb megemlített, hogy az OPEC is fordult. Vagy arán az országok intézkednek, nem pedig valakit vagy valamit szolgálnak ki. A fordulásról jutott eszembe, hogy nagyon érdekes két esemény történt az elmúlt hetekben. Az egyik, Izraelből kiutasították az ENSZ főtitkárt, personanon grátának minősítették, egy-két mondata miatt, amit egyébként utána korrigált. Ilyen még nem volt. Majd megjelent a, a kazanyi Brix csúcson, boldogan, sőt előre elmondta, hogy ő boldogan megy, és a legnagyobb egyetértésben van ott, sőt Oroszország most azt mondta az ENSZ főtitkának, hogy egyébként bővítsük már az ensz és vegyünk már még fel egy-két brics tagállamot oda. Mit pillanat, pillanat, ne keverjük a dolgokat. Arról is szó, ahogy felvetődött, hogy a BRICS-isták kiszállnak esetleg az ensz -ből. Erről És csinálnak nem? egy alternatívát csinál, Úgy Igen. bizonyám, tehát az ENSZ főtitkárnak a serde reagálni kell. Gyors ez reagálása ez inkább talán ez ezzel függ lesz, össze, hát. hogy hát ez csak ez nem tetszik bizonyos köröknek, hogy ő ott, hogy mondjam, hát kvázi gazulálva, mert azért egy hatalmas volt, megjelenik, az teljesen érthető. Ugye tehát gyakorlatilag ez is azt jelenti, amire elindultunk, élelmiszerpiacban megvan a kihívás. Az energetikai fronton nagy a készülődés, politikai, világpolitikai szintén is beindult baromira a mozgás. Ezt már akkor meg lehetett figyelni, amikor az oroszok rá háború kitört, és az ENSZ közgyűlés nem egyöntetően mutatott az oroszoknak ilyet, hanem voltak ellenszavazatok, tartózkodások, bőves-bőven. Tehát ezt észre kellett volna venni. Mint ahogy és a közelkeleti keleti frontnál is kérdőt, hogy Izrael azt remélte, hogy a világ összes országa így fogja elítélni a másik felet a, az ENSZ-ben, de hát nem Most egészen, egészen, egészen így egészen történt. Másik kérdésem, egyszer volt egy adásunk, és megint itt a reklám helyett nézzék vissza azt az adást, ahol az ENSZ-ről, a VTO-ról, a Világbankról és a stb. szervezetekről, klubokról beszélgettünk, és feltártuk, vagy feltárták tanárról és miniszter úr ezeknek a hátterét, hogy mi van avval hogy ezeket kvázi a BRICS országok elkezdik saját befolyás alá vonni, vagy pedig jó, az biztos, hogy a BRICS is közös pénzt dolgoznak ki, közös valutát dolgoznak ki. Ilyenekből szoktak lenni a deviz, vagy a fedezet nélküli Hát Bocsánat, most két, két 80 éves évforduló is van, San Franciscóban 44-ben létrehozzák az ENSZ-et, és uh, Bretton Woods-ban meg létrehozzák, hát, létrehozzák a, a, a pénzhatalmi igen. rendszert. Mind a kettő az amerikai birodalom totális ellenőrzése alatt van, tehát igazából az ő eszköze, sőt, ha kell, fegyvere annak érdekében, hogy a világot ö, arra kényszerítse, ami a, az amerikai birodalom stratégia érdeke, és ez van most megváltozóban. Tehát nyilván mind a kettő, ez kikerülhetetlen, mind a kettő a pénzhatalmi rendszer is, meg az az ENSZ, ami, ami formálisan csak egy vitafórum persze a világ országainak, de azért a jelentősége azért nagy, mert van, van, tehát azért az egész világ számára van egy szimbolikus jelentősége annak, hogy ez az egyetlen olyan szervezet, amelyben elvileg legalábbis a világ minden országa részt vehet. Miért nem jó az, hogy amit most a BRICS kitűzött egyelőre célként, hogy a kereskedelmet saját valutában folytatják le? Álljunk meg ezzel a saját valutával. Itt, itt, itt ugye mindenki mesélget, saját valuta olyan valuta még nem működött, ahol valami fajta államhatalom, vagy valami fajta stabil... Megkérdőjelezhetett hatalom nincs mögötte, mert a pénz maga a hatalom megbeszéltük. Na most, hogy brix meg, mit tudom én, akkor ki ott a jani, ugye? Arról beszélnek, hogy valami az új technológia, a chain, a lánc, mi a nyavaján Bog keresztül chain, történő igen, fizetési, rendszer. Igen, ez a fizetési rendszer. Ez a fizetési rendszer, ez a swiftet helyettesítő, ettől még nincs közös valuta. Ez csak technika. Ez Tehát csak ez technika csak pénztek, fizetési, pénztek. technika fizetési. Ami technika. fontos, csak... Most valami fajta digitális valamin eszelkednek, de egyelőre még senki nem tudott akkorát alkotni ebbe a digitális Digitális dologba, meg amúgy is gyanús az egész digitális pénz dolog. Ugye a nyugatiak egy része is a dollárról is arra fele menekülnének, mi ebbe egy nagy svindlit sejtünk, ugye mindenképpen. Hát ha a másik oldalon is ezen agyalnak, akkor ez se, ez se lesz ez az, amitől az, az ember plafonig ugrik körömébe. Tehát Itt... nincs megoldás egy új világpénzre. Én most nem akarok senkit elkeseríteni, de ilyenkor nem... jut eszembe az, amit a tanár úr mindig szokott mondani, hogy amikor valami formálódó nagyon jó ötlet van, például Európai Unió, az euró annak idején, akkor mindig szokott önni ez a pénzügyi háttérhatalom, és azt mondja, hogy nem így gondoltuk, de ez is jó lesz. És minden megszületik rá, már a miénk. Ezt, ezt így van, ez rendkívül fontos, ezt állandóan észben take into the consideration, ahogy az angol mondja, állandóan észben tartani. Már csak azért is, mert a BRICS egyértelműen tud fellépni, amikor valamivel szembe kell szállni. Tehát amikor nemet kell mondani valamire, abban rendkívül sikeres. A működő rendszerre tehát nemet amikor keres. átöleli egymást az orosz, a kínai és az indiai elnök most Kazányban, és a legtöbb egymás között is lévő vitatott kérdésre azt mondja, hogy Ez vékésen, nyugodtan el tudjuk rendezni, és nem messze nem fontos azokhoz az alapvető, hogy mire mondunk nemet. Ebben, ebben hatalmas energiák mozdulnak meg. De hogy mire és hogyan mondjon közösen ez a, hát tulajdonképpen a világ országainak a többsége, mert potenciálisan legalább száz ország, Fontolgatja a lehetőségét, hogy valamilyen formában lét, lét, vagy belépjen, vagy együttműködjön vele. Tehát, hogy mire mond igent, tehát, hogy mi az a világstratégia, amely, amely átformálja a világot. Az teljesen egyértelmű, hogy mivel ők a nem nyugat, ezért ö, nem mondják ezt ki, nem is kell, de egy idő után csak ki kell mondani, hogy elégedetlenek vagyunk nem csak az amerikai birodalom teljesítményével, hanem azzal is, amit a nyugat az elmúlt 5-600 évben művelt a világgal. Azon Mert belül, a nyugat mit művelt, egy kis magán galéri kézbe elsze. vette a pénzt. Na most, ennek az, Csak alternatíváját, ennek az alternatíváját teremtsünk állt. meg, hát az ugyanaz a pöcegödör, az mint amire belejutottunk. Hát a nem lehet az a magánpénz a magánpénzbirodalomra, de, 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 de az a probléma, a hogy a nem nyugat, tehát ugye a BIX a nem nyugat, Kína esetében ez rendkívül látványos, abszolút nyugatosodott. Tehát a trükk abban van, hogy a nem nyugat, amely tagadni próbálja azt, tehát szembeszáll és alternatívát keres az elmúlt 600 évhez képest, de egyelőre arról nincs elképzelése, hogy, hogy mire mond igen, tehát mi az a stratégia. Vannak bizonyos kapcsolataim, amelyeken keresztül e, szeretné választ kapni biztatóak az eddigi kísérleteim arra, hogy vajon a Brixen belül létezik-e, most úgy fogalmaznék, valamilyen agytrözt amelyik akár szigorúan titkos módon is, de azért azon is elgondolkodik, hogy de gyerekek, mire fogunk igent mondani. Tehát mi lesz az a nagy világstratégia, amely majd egyértelművé teszi az egész világ számára, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ne a permanens világháborúba, hanem egy olyan új békerendszerbe lépjen át a világ, amelyik az tényleg az egész emberiség számára És biztosít. szerintem tegyük be az abszolút tételmondatot, ez anélkül, hogy a dollár ellenpénzét valamilyen módon létre nem hozzák, nem fog, Igen, ők fog ők ezt Már Márpedig az nem lesz egyszerű feladat. Nagyon reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ez volt a Globál Extra Boros Imrével és Bogár Lászlóval. A jövő héten is lesz pénteken Globál Extra, akkor is tartsanak velünk.